Jó együtt lenni itt az Isten házában, ezen a különleges napon. Jeles nap Erdőtelek életében. Majd 270 éves templomépületet újítottak fel, mindössze 11 hónap alatt, a Magyar Falu program által biztosított forrásból. Évekkel ezelőtt egy nagyobb földrengés volt nálunk, és a belseje megrongálódott, illetve a külsejét is az idő megrongálta, és ezért volt szükséges a felújítása. Dr. Lengyel Gyula 38 éve tölt be papi tisztséget. Erdőtelekre 2015. augusztus 1-én érkezett. Elődöm, Sós Tamás atya elkezdte a tetőszerkezet és a torony sisak megújítását, és amikor idejöttem, elodázhatatlan volt, hogy folytassuk. Érsek atya ebben nagyon nagy partner volt, és igen komoly milliókkal támogatta a munkát, de nagyon jó támogatóra találtam a helyi önkormányzat, polgármester asszony részéről, a hívek részéről, és nem utolsó sorban Szabó Zsolt országgyűlési képviselő részéről, aki például, mikor meghallotta, hogy ez a projekt be fog indulni, mondta, hogy majd szóljak megfelelő időben, és ő is személy szerint hozzájárul. Az elmúlt 1000 évben visszagondolunk, akkor arra emlékszünk, hogy a történelmünk azt erősíti meg, hogy mindig az egyházra támaszkodva, mindig a hitünkbe bízva, és minden vérzivataros időszakot túlélve ezáltal tudtunk lenni. Ma is az egyház, a templomjaink, az a közösség gyülekezési helye, az összetartási pont. Minden falunkban, minden közösségnek van temploma, ahol imádkozni tud. És ezért nagyon fontos az egyházzal való jó együttműködés is, az összefogás, az egybetartás, és ezeknek az épületeknek a megtartása.